nagyon sokféle hagymás növényt mutattam már nektek, de talán a nerinéket, amarinéket még nagyon ritkán, a jó pár évvel ezelőtt csak. Ezek amarinak, a nerinék és az amariniszeknek egy hibridje, és az a különlegességük, hogy ilyenkor virágoznak. Tehát is szeptemberben, októberben hozzák a gyönyörű virágzatukat. Nem kell megijedni, ilyenkor a levele elkezd általában már visszaszáradni, elsárgulni, tehát ez teljesen természetes, ilyen vagy még ennél csúnyább a levele. Ilyenkor hozzák ki a gyönyörű magas virágszáraikat, és hosszan virágoznak, hogyha nincs nagy meleg, enyhébb ez a vénasszonyoknál, tehát ilyen 15-20 fok, vagy max 25, akkor nagyon hosszan virágoznak. Nálam cserében is van, mert nem teljesen télálló, de most ki lesznek ültetve, mint az agapantuszok, tehát őket is kiültettem, perlit, zeolit és komposztban, és vastag mulcs köré, és majd még megy rájuk is vastag komposzt, tehát így biztosan áttelelnek majd, de fontos a jó vízáteresztés, mert hogyha pangó víz és hideg van télen, akkor elrohadnak. Fontos még, hogy ne ültessük mélyre őket, és látszik, hogy a hagymának a nyaka kilóg a földből, tehát nem úgy kell ültetni, mint a tulipán, nárcisz, hogy hagyma méretének kétszeres mélységbe, hanem itt látszódjon ki a hagymának a nyaka. Tehát nem szabad mélyre ültetni, ez nagyon fontos. Érdemes fel tápanyagdús és jó vízáteresztő képességű talajba beültetni. Akár ház mellé ültetni is, de tényleg takarni kell, vagy aki félti, mert ez nem olcsó hagymák, akkor vigye be télen, de télen teljesen szárazon, hűvösen szabad tartani, nem szabad, hogy vizet kapjon, mert akkor elrohadnak a hagymák. Ezek a nerinék és amarinék ilyen különleges, ősszel virágzó hagymás növények.